Jelenleg is folyik az NB1-es női futsalbajnokság alapszakasza. A Tolna-Mözsi klub sportolói túl vannak már azokon a mérkőzéseken, ahol nyerni kellett. Február első hetében két mérkőzésen vettek részt, mindkettőt sikerre vitték. Az alapszakaszból két megmérettetés van még vissza, utána új bajnokságon kezdenek a lányok. Simon Ferenc, a klub elnöke beszélt a tavalyi év eredményeiről és az idei év terveiről. 4-1 fóna képességű csapat került a bajnokság legjobb 4 csapata közé. A következő két mérkőzésnek maximum annyi tétje van, hiszen már a 4. hely biztos, hogy megvan számunkra, tehát a play-offba fogjuk folytatni a küzdelmeket, hogy milyen motivációval, milyen önbecsülésre tudják a lányok majd elkezdeni a rájátszást. Két nehéz mérkőzés is lenne a tabellán, előttünk álló két csapattal, a Budaörssel fogunk hazai pályán mérkőzni most vasárnap, és következő hétvégén pedig utazunk Debrecenbe a jelenlegi Jélovashoz. Akár végezhetünk az első, második helyen, akár végezhetünk a harmadik, negyedik helyen. Igazából különösebb jelentősége nincsen, hiszen közel egy fóna képességű csapat fog a rájátszásba páros mérkőzést játszani egymás ellen. Itt bárki legyőzheti a másikat, egy két győzelemig tartó párhasz van a döntőbe jutásért. Kíváncsian várjuk, hogy az utolsó forduló az alapszakasz, amilyen eredmények születnek, hiszen ez a 4 csapat éppen egymás ellen fog játszani az utolsó fordulóban. Simon Ferenc elmondta, hogy mind a 4 csapat nagyon motivált, és mindegyik képes arra, hogy bravúros eredményeket érjen el. Jelenleg a legjobb 4 csapatot a debreceni egyetemisták, a budaörsi csapat, a többszörös magyar bajnok, kupagyőztes Astra klub és a Tolna-Mözsi lányok csapata alkotja. Tavaly nagyon szép eredményt tudtunk elérni, a vártnál jobb eredményt, ezüstérmet tudtunk kiharcolni, úgyhogy a Debrecennel egy nagyon szoros kiki mérkőzéseket játszottunk. Ugye a döntőben 3 győzelemig tartott a párharc, 3-1-re maradtunk alul összesítésben a Debrecennel szemben, de mindegyik mérkőzést, amit elveszítettünk, illetve amit megnyertünk, az is egy gól különbséggel dőlt el a másik javára. Valami hasonlóra számítunk ebben az évben is, nagyon szoros meccsekre. Az alapszakasz mérkőzésevé kiindulva, picit esélyeket tatolgatva, úgy tűnik, hogy nem sok esélyünk van, hiszen a Debrecen ellen nem sikerült idén még mérkőzést nyerni, az alapszakaszban 2 mérkőzést elveszítettünk, ráadásul nagy gólkülönbséggel. A Budaörs ellen szintén 2 mérkőzést veszítettünk, bár ott a játékunk alapján sokkal jobb eredmény is születhetett volna. Mégis azt mondjuk, hogy egy jó felkészüléssel, jó hozzáállással el lehet érni a szobra út, amit múlt évben elértünk. Úgy gondolom, hogy nem a szakmai munkával van a gond, készülnek a lányok böcsülettel, nagy számba vesznek részt az edzéseken. Kiváló edzővel, Revelan Zoltán, egykori futsal válogatott a csapatnak az edzője, készülnek a lányok. Inkább fejbe fog ez eldőlni, mint a legtöbb női sportban, ránk is jellemző, a női futsal is jellemző, hogy nagyon fontos, hogy akkor a lányok fejbe mit tudnak majd hozzátenni a mérkőzésekhez. Márciusban kezdődnek el a rájátszás mérkőzések, amiknek az eredményhirdetése májusban lesz majd. Van még egy nagyon komoly versenyrendszerünk, beérdekeltek vagyunk, és még februárt érinti, ez a női magyar futsal kupa, ahol a 4 közi, az a Final Four-ba jutásért harcolunk szintén a bajnokság legjobb 4 csapata között szereplő Astra ellen. Idegenben egy mérkőzést már nyertünk ellenük 2-0, most úgy tűnik, hogy egyszerű feladat lesz hazai pályán ezt az előnyt megtartani, de ismerve az Asztrának a játékerejét, egy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, ez február utolsó vasárnapján lesz majd Tolnán. A Tolnai klub a legnagyobb utánpótlás nevelő női futsal klub az országban. U7-es korosztálytól, tehát a Bozsik kezdeti korosztályától, U17-es korosztályig megjelennek a fiatalok a csapat életében. A U17-esek már NB1-ben játszanak, de szerepelünk az első osztályú U15-ös bajnokságban, ahol jelenleg második helyen áll a csapatunk. Nagyon nagy hagyománya van a női futsalnak Tolnán, és nagyon szeretik. Utánpótláskorú lány több mint 70 fő
van jelenleg a klubunkban, akik rendszeresen járnak hozzánk focizni. A 90-es évek közepétől nagy népszerűségnek örvend a sportág Tolnán, amit az évek alatt elért eredmények is bizonyítanak. Többszörös megye bajnokok voltak, rendszeresen szerepeltek országos bajnokságon, ahol mindig szép eredményeket értek el. Hozzá kell tenni, hogy van egy olyan személy, mert enélkül nem működik az utánpótlás nevelés, aki a fiatalokat megkeresi, felkarolja, foglalkozik vele. Nálunk van egy legendás ember, úgy hívják, hogy Fog György, ezt minden riportban el kell mondani az ő nevét, de ezt az ország ismeri, aki a női futszát ismeri. Rendkívül aktívan, rendkívül hozzáértő módon keresi a gyerekeket, foglalkozik velük, és gyakorlatilag felépítettünk egy olyan képzési rendszert, ahol minden korosztály megkapja maga képzését, kiváló edzők foglalkoznak velük, van motiváció egyrészt a saját sportágunkban, tehát a futszalban, illetve hát a Paksi esével van egy együttműködés megállapodásunk, és hogy minél nagyobb karrier lehetőséget tudjunk adni a lányoknak, ne csak futszalban érvényesüljenek, hanem esetleg a labdarúgás, tehát a nagypályás területen is tudjanak előlépni. A Paksi színekben nagypályázunk is, nem is akármilyen eredménnyel.